Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Hírmix, az Ultrahang hírösszefoglaló műsora. A mikrofonnál Longauer Andrást hallhatják. Mielőtt a mai hírek ismertetésébe belekezdenék, szeretnék megkérni minden hallgatót, hogy iratkozzon fel csatornánkra, hiszen így minden új adásról értesülni tudnak, a csengő csengőgomb megnyomásával pedig külön értesítést is kérhetnek az újonnan publikált felvételekről. Ma április harmadika, hétfő van, és mindenek előtt az oroszok rá háború legfrissebb fejleményeiről pár szót. Mozgásba lendültek a fegyveres erők Belarusban. A J. Lukasenka belorusz elnök utasítására Belarusban megkezdődött a fegyveres erők képességének tesztelése, jelentette az Ország Védelmi Minisztériuma. Ennek keretében többek között a katonai felszerelések mozgatását tervezik, emiatt a polgári közlekedés korlátozására is sor kerülhet, jelentette a korrespondent. Vladimir Putyin orosz elnök döntése, miszerint Moszkva taktikai nukleáris fegyvereket telepít Belarusba, esélyt ad arra, hogy az ország megvédje magát a nyugati fenyegetésektől, jelentette ki pénteken Alexander Lukasenka a belorusz elnök. A Reuters jelentése szerint Lukasenka a nemzethez intézet beszédében azt mondta, hogy a nyugati nemzetek Lengyelországban, Belarus határainál megerősítették a katonai jelenlétüket, és azt állította, hogy országa lerohanását és elpusztítását tervezik. Lukasenka kifejtette, hogy a tűzszünetnek nem lehetnek előfeltételei az ukrajnai háborúban, emellett óva intette Ukrajnát egy várható ellentámadás megindításától, mondván, hogy az lehetetlenné tenné a Moszkva és Kiev közötti béketárgyalásokat. Ha az orosz vezetés az ország összeomlásának kockázatát látja, a legszörnyűbb fegyvereit fogja bevetni, fűzte hozzá Lukasenka, akit az MTI idézett. Az ukrán hadsereg készen áll a harcra a Belarus ellen. Ukrajna a hadsereg harckészültségének meglepetésszerű ellenőrzése keretében minden információval rendelkezik a belorusz fegyverek és katonai felszerelések mozgásáról, mondta Szerhii Naev, az ukrán fegyveres erők egyesített erőinek parancsnoka. Szerinte az ukrán védelmi erők mindig készen állnak a fenyegetésekre való reagálásra. Hírszerzésünk figyelemmel kíséri a belarusz fegyveres erők harckészültségének ellenőrzésével kapcsolatos helyzetet, teljes mértékben tisztában vagyunk a fegyverek és katonai felszerelések mozgásával, mondta Naev. Az altábornagy hangsúlyozta, hogy a védelmi és biztonsági erők állandó harckészültségben vannak az északi műveleti zónában, és mindig készen állnak bármilyen fenyegetés elhárítására. Erről az Index percről percre tudósítása számolt be. Fellázadtak parancsnokaik ellen az ukrán katonák. A katonák szerint parancsnokaik zsebre vágják az elesettek után járó zsoldot, miközben alig él már valaki a zászlóajból. A UA reporter arról tudósít, hogy felkészülés és fegyverzet nélkül vetettek be ukrán katonákat Bakhmut védelmében, ezért az egység katonái fellázadtak a parancsnokaik ellen, úgy pontosítanak az esemény ananyai a Harkév megyében alakult területe védelmi 127. számú Dandár 228-as zászlóaljának katonái, akik parancsnokaik ellen kollektív bizalmatlanságuknak adtak hangot. Hangsúlyozták, a katonák panaszai szerint az egységüket csalással felkészületlenül vetették be a Bakputnál kialakult húsdarálóba, ahol nagy veszteségeket szenvedtek. Elmondták, hogy nem látták el őket a megfelelő fegyverekkel, felszereléssel, az egység tankosainak például gyalogosként kellett harcba szállni. Vágyaik szerint az ászlóaj lélek számáról szóló hivatalos jelentés csupa hazugság, holt lelkeket írtak be az állomány népsorába. Elmondásuk szerint valójában 20-30 katonájuk maradt, parancsnokaik pedig saját zsebükbe csúsztatják az elesett katonák után járó zsoldot, amit az élők január óta hiába várnak, írja a Kárpát hír is. Erről a Mondiner számolt be. Kína elnöke azt mondta Putyinnak, most valami olyan jön, amit száz éve nem látott a világ. Sejtelmes búcsút vett egymástól a két nagyhatalom vezetője, Xi Jinping kínai elnök azt mondta Vladimir Putyinnak, hogy száz éve nem látott változás következik, amikor három napos moszkvai tárgyalásokat követően kezet fogott és elbúcsúzott orosz kollégájától. Az orosz elnök erre azt válaszolta, egyet értek, mire Xi annyit mondott, vigyázzon magára, kedves barátom. Erről számolt be a telegráf érdekesség, hogy a kínai elnök látogatása során alig tett említést az ukrajnai konfliktusról, azon túlmenően, hogy Kína pártatlan álláspontot képvisel. A kínai elnökkel folytatott megbeszélések után Putyin azt mondta, hogy a kínai javaslatokat fel lehetne használni egy ukrajnai békerendezés alapjául, de a nyugat és Kiev még nem áll készen, idézte a pap. Putyint a nyugati elszigetelési kísérletek ellenére egy erős szövetséges támogatja. Mint ismert, Xi Jinping néhány nappal azután látogatott Moszkvába, hogy a Nemzetközi Büntető Bíróság háborús bűnökkel vádolta meg Putyint. Xi Jinping vizitje ugyanakkor lehetővé tette számára, hogy megmutassa, a nyugati elszigetelési kísérletek ellenére egy erős szövetséges támogatja őt, hívta fel a figyelmet a telegráf. Felrobbantottak egy kávéházat Szentpéterváron, egy katonai blogger meghalt, soka sérült. Egy Szentpétervári kávézóban történt robbantás végzett egy orosz katonai bloggerrel, Vladimir Tatarskival, aki az ukrajnai frontvonalról tudósított, jelentette az orosz médiára hivatkozva a BBC. A portál információi szerint legkevesebb 16 ember megsérült a Street Bar café robbanásában. Az orosz RIA hírügynökség által idézett belügyi minisztériumi források szerint a bombát egy szoborba rejtették, amelyet ajándékba adtak Tatarszkinak. A felrobbantott kávézó korábban Jevgenyi Prigozsin a hírhedt orosz Wagner zsoldos csoport vezetőjének tulajdonában volt, írja a Szentpétervári Fontanka hírportál. Ezekről a Mondiner számolt be. Összezárt az olajkartel, csökkentett kitermeléssel növelnék az olaj árát. Szaúd Arábia és az OPEC más tagjai vasárnap bejelentették, hogy önkéntes alapon. Napi 1,15 millió hordóval csökkentik olajkitermelésüket, céljuk a piaci stabilitás megteremtése. Szaúd Arábia napi félmillió hordóval csökkenti olajtermelését májustól az év végéig, az Egyesült Arab Emírségek 144 ezer, Kuwait 128 ezer, Irak 211 ezer, Omán 40 ezer, Algéria 48 ezer, Kazasztán pedig 78 ezer hordóval mérsékli a kitermelt napi mennyiséget idén. Oroszország is közölte, hogy napi félmillió hordóval kevesebb olajat fog kitermelni. Moszkva még februárban, a nyugati korlátozások bevezetése után egyoldalúan jelentette be ezt a lépést, ami után az amerikaiak arra számítottak, hogy gyengül a Kreml és az OPEC tagjainak szövetsége. A vasárnapi bejelentések viszont azt mutatják, hogy az együttműködésük továbbra is szoros. A 13 OPEC tag mellett 10 másik olajtermelő országot magában foglaló csoport, az OPEC Plus tavaly döntött arról, hogy novembertől 2023 végéig napi 2 millió hordóval kevesebb olajat termelnek ki. Emiatt Washington nem tetszését fejezte ki, szerintük a szűkebb kínálat növeli az olajárakat, ami Putyinnak kedvez, mivel segíti az Oroszország indította háború finanszírozását. Erről a Telex számolt be bejelentették Bakhmut elfoglalását. Jevgenyi Prigozsin, az orosz Wagner katonai magánvállalat vezetője bejelentette, hogy jogi értelemben Bakhmut el van foglalva. Prigozsin egy videót tett közzé Telegram csatornáján, amelyen egy orosz zászló tart a kezében, amit csapatai a Bakhmuti városházára fognak kitűzni. A zászlón a jó emléket Vladlen Tatarszkinak felirat szerepel. Prigozsin bejelentése néhány órával azután történt, hogy Tatarszki, valódi nevér Maxim Fomin, orosz katonai blogger vasárnap egy Szentpétervári kávézóban egy pokolgépes merényletben meghalt. Az orosz külügyminisztérium vasárnap tisztelettel adózott Tatarszki előtt, mondván, hogy az igazság védelmezői közé tartozott és ostorozta a nyugati kormányokat, amiért nem ítélték el az újságíró elleni támadást. Az ukrán katonai vezetők hétfőn Prigozsin videójának nyilvánosságra kerülése után közölték, hogy az ellenséges csapatok megpróbálták átvenni a város ellenőrzését, de az ukrán csapatok több mint húsz ellenséges támadást vertek vissza. Erről a Mondiner számolt be. A német védelmi miniszter az amerikai elnökválasztások legrosszabb forgatókönyvére figyelmeztet, az európai NATO tagok a 2024-es amerikai választások után nehézségekbe ütközhetnek Kiev támogatásában az Oroszországgal fennálló konfliktusban, figyelmeztetett Boris Pistorius német védelmi miniszter. Washington Ukrajnának nyújtott támogatása az eredménytől függetlenül valószínűleg csökkenni fog, mondta a Weltam Zonták című lapnak adott szombaton megjelent interjúban. Az Egyesült Államoknak 2024 után nagyobb figyelmet kell fordítania az indocsendes óceáni térségre, még akkor is, ha Európa párti elnök nyeri a választásokat, mondta. Míg a legrosszabb forgatókönyv a nyugat Kijevnek nyújtott támogatásának végét jelentheti, figyelmeztetett. Amennyiben a legrosszabb forgatókönyv valósul meg, és egy Európától és a nato elhatárolódó amerikai elnök költözik a Fehér Házba, olyan kihívások elé nézünk, amelyek jelenleg elképzelhetetlenek, mondta Pistorius. Európának akkor kompenzálnia kell majd a katonai blokk védelme iránt csökkentett amerikai elkötelezettséget azon felül, amit már ma is teszünk, tette hozzá. Azt is mondta, hogy Németország saját védelmi problémái addigra nem lesznek megoldva. Az ellátás és finanszírozási problémák, amelyekkel a német hadseregnek évek óta szembe kell néznie, 2030 előtt valószínűleg nem oldódnak meg, jegyezte meg a miniszter. Azt is elmondta, hogy a hadsereg készletei korlátozottak és utasította, hogy több német gyártmányú harckocsit adjanak Ukrajnának. A miniszter nem mondta el, hogy a legrosszabb forgatókönyvvel kapcsolatban melyik elnök jelöltre gondolt. Több provinens potenciális republikánus jelölt, köztük Donald Trump volt elnök, kétségbe vonta az Ukrajnának nyújtott további amerikai támogatás gondolatát, ami aggodalmat keltett Kievben. Márciusban Trump azt mondta, hogy amennyiben újra választják, Kievnek számolnia kell azzal, hogy nem sok pénz fog többé érkezni tőlük. Egy másik potenciális jelölt, Rondesantis floridai kormányzó területi vitának minősítette a konfliktust, amelyben az Egyesült Államoknak nem áll érdekében aktívabban részt venni. Joe Biden amerikai elnököt, akinek kormánya tavaly 112 milliárd dollárnyi Ukrajnával kapcsolatos támogatást biztosított, egyes republikánusok bírálták, amiért szerintük bihangó ad Kievnek. Március végén Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, az Associated Pressnek elmondta, hogy aggódik a potenciálisan csökkenő amerikai támogatás miatt, mondván, ha nem segítenek tovább, nem fogunk győzni. Erről az orosz hírek számolt be. Durván beleszállt a politikus Zelenszkibe, már az orosz invázió előtt megbukott elnökként. Hosszú elemzése jelentkezett a politikú, amelyben Volodymyr Zelenszky ukrán elnök belpolitikai teljesítményét veszi gorcső alá a szerző. Az orosz inváziót megelőző hetekben az ukrán ellenzéki politikusok és korábbi miniszterek tele voltak frusztrációval, írja Jamie Detmer, a brüsszeli portál újságírója. Könyörögtek Zelenszkinek, hogy találkozol velük, amit közel két évvel ezelőtti elsőprő választása óta nem tett meg – a lap szerint az ellenzéki képviselők hónapok óta sürgették, hogy növelje az ország fegyveres erőinek finanszírozását, és hogy hívják be az ukrán tartalékosokat, mivel Amerika fokozottan figyelmeztetett egy invázióra, amelyet Zelenszky valószínűtlennek tartott. Intenzív hadi tervezést akartak látni, beleértve a polgári védelmi parancsok kidolgozását és közzétételét, hogy az emberek tudják, mit kell tenniük, ha elkezdenek ropogni a fegyverek. Ukrajna csapdába esett egy olyan vezetővel, aki nem gondolkodik stratégiailag, mondta a politikónak öt nap alá, háború kitörése előtt lesz a Valiszenkó ukrán képviselő. Azt hiszem, ez az, amiért később őt fogják hibáztatni. Nem arról van szó, hogy mindent tudott, hanem arról, hogy nem volt hajlandó a környezetében olyan szakértőket tartani, akik tudják, milyen kérdéseket kell feltenni, és olyan tanácsadói vannak, akik nem mondhatnak neki ellent, és ennek lehet, hogy megfizetjük az árát, tette hozzá. Természetesen Zelenszky baklövéseit, ahogyan ezt Valiszenko és sok más ellenzéki törvényhozó látja, azóta megbocsátották, de nem felejtették el. Ezek a ballépések képezik a háború utáni Ukrajnával kapcsolatos aggodalmaik alapját, írta a politikó. A lap szerint a képviselők olyan mintát látnak, amely még aggasztóbbá válhat, amikor a fegyverek elhallgatnak, és azzal érvelnek, hogy az elnök oroszlán szívű háborús vezetői erősségei nem igazán a béke időkre valók. Zelenszky jobban szereti a nagy egészet, nem törődik a részletekkel, és szeret a megbízható barátok belső körére támaszkodni, fogalmaz a brüsszeli portál szerzője. Erről a Mondiner számolt be. A csevédelmi miniszter szerint nem jelentene fenyegetést az atomfegyverek ukrajnai bevetése a cselakosság számára. Nem jelentene veszélyt a cselakosság számára a taktikai atomfegyverek bevetése Ukrajnában, vélte a csevédelmi miniszter a közszolgálati cseh Televízió vasárnapi vitaműsorába. Ha ez meg is történne, az Csehország lakosságára semmiféle veszélyt nem jelentene, mondta a tárcavezető kérdésekre válaszolva. Moszkva azon bejelentésére reagálva, hogy Oroszország taktikai atomfegyvereket telepít a szomszédos Fehér Oroszországba, leszögezte, hogy Csehország semmi esetre sem számol azzal, hogy területére atomfegyvereket telepíthetnének. Semmi ilyesmi nincsen napirenden, hangsúlyozta a védelmi miniszter. Az Ukrajnában lejátszódó eseményeket nem lehet figyelmen kívül hagyni, mutatott rá a védelmi miniszter. Sanna Marin pártja elvesztette a választást Finnországban. Az 53 éves Petteri Orpó híveihez intézett beszédében úgy fogalmazott, hogy erős mandátumot kaptak politikájuk megvalósításához. A voksok 97,7%-os feldolgozottsága mellett pártja 20,7%-os támogatottságot és ezzel 48 mandátumot szerezhet a 200 fős törvényhozásban. Második helyen a bevándorlás ellenes finnek korábban igazi finnek végeztek a voksok 20,1%-ával és 46 mandátummal, míg a jelenlegi miniszterelnök Sanna Marin pártja a baloldali finn szociáldemokrata párt 19,9%-ot szerzett 43 mandátummal. Az eredményekből kiindulva a Nemzeti Szövetség vezetésével fognak zajlani a Finnország új kormányának megalakítását célzó tárgyalások, hangsúlyozta Orpo. Erről a paraméter.sk számolt be. Ez volt a Hírmix, az Ultrahang hírösszefoglaló műsora. A mikrofonnál Longauer Andrást hallhatták. Köszönjük, hogy velünk tartottak.